Sziasztok, srácok! Itt ismét Démien. Legutóbb annyira tetszett nektek ez a számos mentáltrük, vagy valami ilyesmi, és gondoltam, akkor jöhet még egy belőle. Ez is egy nagyon jó pofa, kis, hát matematikai csoda nevezzük annak. Egy kicsit, hát nem azért nehezebb, mert ugye ilyen számoló, de kicsit nehezebb, valljuk be, egy kicsit nehezebb. És nem csak azért, mert a számolás nehezebb, hanem azért is, mert kicsit megjegyezni a formulát is nehezebb. Viszont, hogyha jól kitaláljátok a sztorit hozzá, vagy nem tudom, úgy adjátok elő olyan köntösben, akkor le lehet vele döbbenteni az embereket. Na, a feladat a következő. Ezt a lapot csak azért, hogy mutassam, hogy mit kell csinálni. Igazából csinálhatjuk együtt is. Tehát, hogyha, hogyha szeretnétek, akkor állítsátok le a videót, hozatok magatoknak egy lapot, és, és csináljuk együtt akkor a dolgot. Na, ha már itt vagytok, akkor a következőt csináljuk meg. Én letépek itt egy sarkot, jó, ti is tépjetek le egy sarkot, ti is le egy sarkot, akkor csináljuk ezt együtt, ennek így lesz értelme, jó? Ti is tépjetek le egy sarkot. Na most a feladat a következő. Ö, én ide felírok erre egy számot, egy, egy kedvenc számomat, teljesen mindegy. Ti is írjatok fel egy és kilenc között, tehát egy egyegyű számot írjatok fel a lapra, én felírtam ide egyet. Jó. Ö, nekem fogalmam sincs, hogy ö, mi a ti számotok. Mi a ti számotok? De akkor, csak hogy tudjam demonstrálni, én is ide felírok magamnak egyet, egy másikat, jó? Itt, itt van ez, jó? Ö, ti ezt ne nézzétek, jó? Ti ezt ne nézzétek, ti ehelyett -e a sajátotokat használjátok, jó? Amit ti felírtatok. Hogyha nem írtok fel semmit, akkor nézhetitek ezt, én a négyest írtam, jó? De ti ne nézzétek, hogyha együtt akarjátok csinálni velem. Hú, már látom, mennyi komment lesz, hogy izé nem sikerült rá valamit, nem magyaráztam el jó. Na, a dolog lényege a következő. Fogjátok a saját számotokat, a saját számotokat, és szorozzátok meg kettővel, jó? Tehát én most ezt használom, de ti ne azt használtok, hanem vagy ezt, vagy pedig a saját számotokat, jó? Tehát be kell szorozni kettővel, szorozzátok be kettővel, jó? Így kijön egy szám. Kijön egy szám. Na most ehhez a számhoz adjatok hozzá, ami kijött, kettőt. Nekem most kijött egy ilyen. Ti meg a sajátotokkal csinálhatjátok. Jó? Miután hozzáadtátok ezt a számot, amit kaptatok, ezt szorozzátok meg öttel. Jó? Nekem is kijött egy szám. És ezután, Ö, vonjatok ki belőle, vonjatok ki belőle ö, mondjuk négyet. Jó? Tehát ebből négyet. És kaptok egy számot, 50-ből 4 az 46. És nézzétek, most én a saját számomat csináltam, mi jött ki. Ha a két lapot összeadjuk, 46 jött ki. Ezt úgy képzeljétek el, most nem tudom, hogy nektek mi volt a számotok, de ha minden igaz, akkor hogyha a ti számotokat ide rakjátok, és az enyémet mögé, akkor nektek is kijön a szám, tehát a kirakott szám, hogyha minden igaz. Na most, hogy működik ez a dolog? Tehát gyorsan elmagyarázom a formulát. Vesztek egy papírt magatoknak, egy a havernak odaadtok, és leírtok egy-egy számot rá. Maradjunk ennél a példánál. Jó? Tehát leírtok magatoknak egy számot, ezt ne lássa a haver. 1 és 9 között leírtok egy számot, ezt nem látja a haver, és leír ő is egy számot, ezt pedig ti nem látjátok. Jó? Ezt ti nem látjátok. A dolog lényege a következő. Ö, adtok egy papírlapot a havernak, mindent ő csinál, és azt mondjátok neki, hogy figyelj, fogd a saját számodat, tehát neked ezt nem is kell látni. Nem is kell látni, fogd a saját számodat, és tegyük fel az én szám, nem maradjunk ennél, jó? Nem akarok kavarni, mert már így is, így is össze zavarodni. Tehát ez az én számom, nem látja a néző, ez a nézőnek, a havernak a száma. Azt mondjuk, hogy fog meg a számodat, és szorozd meg kettővel. Tehát ez az első, meg kell szorozni kettővel. Ebből kap ugye egy eredményt, ami, itt most a 8, ezután Fogd a számodat, amit kaptál, és adj hozzá kettőt, tehát ez a következő, amit meg kell jegyezni, adj hozzá kettőt, magamat is összefirkálom. Ezután, ő, ugye kapott egy ízét, egy számot, ezt a számot szoroz be öttel, ezt kell megjegyezni, ugye egy kap egy számot, valami számot kap, és ezután a következőt kell csinálni, ebből a számból ki kell vonni azt a számot, azért itt négyet, azért négyet vontam ki, mert tízből ki kell vonnunk a saját számunkat, amit mi tudunk. Jó? Tehát tízből hat, ugye az négy, tehát összesen ötvenből négyet kell. Tehát itt ezt kell megjegyezni, jó? Ötvenből négyet kell kivonni, ami ugye 46. És utána megkérjük a nézőt, hogy oké, okay, fordíts fel a számodat, ő felfordítja a számát, hogy ő egy négyes rajzot, te pedig odarakod mellé a sajátodat, és tök poém, mert kihozza az eredményt. Jó? Tehát igazából csak ennyit kell megjegyezni, hogy először a havernak a számát be kell szorozni kettővel, eredményhez hozzá kell adni kettőt, meg kell szorozni öttel, és utána ki kell vonni az eredményből, a saját számodat levonod először tízből, és azt ki kell vonni belőle. És akkor így kijön ez a kis Kis szám, ami igazából a leírt számoknak így a hát a, 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 a összege. Tehát nem összege, mi ez, hogyha így összerakjuk a számjegyeket, így kijön ugyanaz a kettő. Na, remélem, hogy egy jó kis, bonyolult, számos, mentál trükköt taníthattam nektek. Tudom, ez így most egy ilyen katyvasz volt, meg, meg így gyorsan elhadartam, de remélem azért érthető volt, és remélem, hogy bizonyos köntösbe, hogyha ezt így bele csempészitek, tehát egy jó előadás móddal, szerintem ez egy baromi jó pofa kis ö, trükk lehet, ö, kikinek is tetszik, úgy hallom. Ö, ehhez kívánok nektek jó gyakorlást, jó szórakozást, kommentben jöhetnek a, mit tudom én, az a ötletek, meg a, 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 az olyan, olyan olyan dolgok, hogy ti hogy adnátok elő ezt például, mert erre kíváncsi vagyok. Ö, ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, like és ne felejtsetek el feliratkozni, sem legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!